Azért volt szükség a közfoglalkoztatási rendszer átalakítására, mert a korábbi időszakban, ahogyan működött, az finanszírozhatatlan volt. Ugye azt világosan kell látni, hogy a közfoglalkoztatás, a közmunka az nem egy végső megoldás, hanem áthidaló, átmeneti megoldásnak kell lenni, olyan térségekben elsősorban, ahol az elsődleges munkaerőpiacon nincs lehetőség elhelyezkedni. Ugye a tavalyi esztendőben az előirányzat 117 milliárd forint volt, és ehhez képest a tényleges kifizetés 150 milliárd forint volt. Tehát látszik, hogy ez finanszírozhatatlan, és ráadásul a 270 ezer érintett emberből csupán 100 ezer ember volt, aki 6 vagy 8 órában dolgozott, 170 ezer ember gyakorlatilag egyetlen napot nem dolgozott Magyarországon. 2011-ben egy új rendszerre térünk át a közfoglalkoztatás finanszírozásában. Gyakorlatilag négy lábat említhetnék, ami a legfontosabb. Az egyik az önkormányzatok által működtetett program, ezen belül a rövid időtartamú, illetve a hosszabb időtartamú, 4, illetve 6-8 órás foglalkoztatás. Erre nagyságrendileg 40 milliárd forint áll rendelkezésre. Van az országos közmunkaprogram, amelyben elsősorban a vízügyi igazgatóságok, vízgazdálkodási társulások, közúti társaságok, MÁV vesz részt, illetve erdőgazdálkodások. Ez nagyságrendileg 20-24 milliárd forintot terveztünk ide fölhasználni, és a tavalyi évben az országos közmunkaprogramban összesen 9200 ember vett részt, az idei évben pedig megközelítőleg 20 ezer embert szeretnénk ezen a lábon foglalkoztatni. A forrás nagyságrendileg 20-24 milliárd forint, illetve ez a kettő együtt így ugye 64 milliárd, illetve ami nagyon lényeges dolog, a vállalkozók felé is szeretnénk nyitni, tehát az a vállalkozó, aki a saját vállalkozásába, nem közmunkába szeretne bérpótló juttatásban részesülő embert fölvenni, az gyakorlatilag a következő évben 8 hónapig a bruttó bér és járulékainak akár 70%-át is megkaphatja támogatásként, cserében egy 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget várunk el tőle, illetve ha startkártyával rendelkezik a munkavállaló, akkor ennek a kedvezményét is igénybe veheti. Az új közfoglalkoztatási rendszer gyakorlatilag január 3-ával már elindult. Hál' Istennek nem volt olyan hóhelyzet vagy olyan tragédia, ami a több százezer ember azonnali munkába állását igényelte volna. Folyamatosan töltődnek fel a létszámok. Az országos közmunkaprogramban január 17-től gyakorlatilag mintegy 13600 ember kapott munkalehetőséget. Itt egy jelentős feltöltés van. A önkormányzati 4, illetve 8 órás foglalkoztatásban pedig éppen az 5. heti adatokat tekintve 30 ezer fölött van azoknak a létszáma, akik ilyen módon munkába álltak, és nagyon komoly érdeklődés mutatkozik a vállalkozói szféra részéről is az előbb említett támogatási formára. Bővítettük azoknak a lehetőségét, akik a munkáltatóként a közfoglalkoztatásban részt vehetnek, tehát magyarul a vállalkozásokon és az önkormányzatokon, illetve az országos közmunkaprogram keretében a nagyállami cégeken kívül egyházak, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatoknak is lehetőséget biztosítottunk a támogatás igénybevételére. Az elmúlt időszakban számos esetben előfordult, hogy a szociális ellátórendszer és a foglalkoztatási láb az, hát finoman szólva sem volt szinkronban egymással. Magyarul számos esetben szociális ellátás különböző bugyrain keresztül annyi jövedelemhez lehetett szert tenni, mint adott esetben, hogyha ugyanabból a családból valaki elmegy dolgozni. Tehát ez semmiképpen sem támogatható, ezért szigorítottunk a közfoglalkoztatás rendszerén, illetve elvárásaink vannak. Úgy gondoljuk, hogy ha aki az asztalról szeretne levenni, az tegyen is valamit ezért. Az egyik ilyen szabály az, hogy aki a adott évben 30 munkanap munkaviszonnyal nem rendelkezik, az a következő évben semmilyen ellátással nem szerez jogosultságot, de ezt a 30 napot nem csak közmunka keretében lehet teljesíteni, hanem akár önkéntes munka, akár idény jellegű munka tekintetében. Tehát úgy gondolom, hogy aki Magyarországon tud és akar legalább 30 napot dolgozni, az megtalálja ennek lehetőségét. Számos esetben hallom azt, hogy az ellenzék
jelzi, hogy kivonultunk a leghátrányosabb helyzetű térségekből, és nem foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik ugye a legnehezebb körülmények között élnek. Jó magam, a Beregi térség országgyűlési képviselője vagyok egyébként, tehát 47 éve nagyon világosan látom, hogy mi a nagy magyar valóság, rengeteg a baj, rengeteg a gond, de természetesen a kormánynak nem az a célja, hogy azokat az embereket vegzálja, akik egyébként is nehéz körülmények között élnek. Az a célunk, hogy mindenki számára, aki tud és akar dolgozni, munkalehetőséget biztosítsunk. Úgy értékeltük, hogy szigorítani kell a korábbi rendszeren, és a szigorításnak az egyik lába az, hogy ha valaki a saját portáját nem hajlandó rendben tartani, attól azt kérjük, hogy ne álljon sorban segélyért sem. Számos esetben tapasztaljuk ezt, főleg vidéken, hogy mit is jelent ez valóságosan. Illetve ugye azt a szabályt is eltöröltük, hogy ha a munkavállaló, illetve a munkanélküli csak a szakmájában, vagy a végzettségének, vagy egyel alacsonyabb végzettségnek megfelelő munkát köteles elvállalni. Ugye ez is számos esetben gondot jelent, adott esetben, hogy egy egyetemi főiskolai végzettséggel vajon árkot takarítani szükséges-e vagy sem. Természetesen nem köteles senki egyetemi diplomával árkot pucolni, de a magyar állam meg nem köteles 28.500 forintot fizetni. És ami ugye itt a szociális ellátórendszer és a foglalkoztatás kapcsán talán a legfontosabb dolog, hogy bizony a nagy munkanélküliségben sokszor nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találni. Erre egy példát hadd említsek meg. Annak idején a 2001-es Beregi árvíz idején én a Vásáros-Nemenyi munkaügyi kirendeltséget vezettem, és ugye a Beregi újjáépítés kapcsán számos konzorciumi tag jelent meg, hogy kellene nekik nagyon gyorsan támogatás nélkül kőműves, asztalos, ács, tehát szakemberek. A regiszterbe akkor 60, nagyságrendileg 60 kőműves volt, megszólítottuk őket, 27-en jöttek el, a többiek azok nem vették a fáradtságot, és el sem jöttek, és egy nagyon korrekt tájékoztatást kaptak a konzorcium egyik tagjától, nettó 80.000 forintot ajánlottak föl nekik, úgyhogy hozzák viszik őket, és kérdezték ezután, hogy hány jelentkező lenne. Maradtak a 27-ből 9-en, a többiek felálltak, és azt mondták, hogy őket ez nem érdekli. És a 9 emberből volt egy úriember, aki hát kicsit volt csak borvirágos az orra, aki azt mondta, hogy na főnök, mielőtt bármihez hozzákezdene, napi nettó 10-et kérünk, úgyhogy nem jelent be, meg tetőre nem nagyon mennénk, mert szédülünk. No hát itt ugye bezárta a mappáját az illető, és azt mondta, hogy semmi akadálya, külföldi munkavállalói igényt adok be, hiszen Ukrajna itt van nem messze. Tehát akkor közel 4000 emberből két kőműves találtunk, két hónapos időtartamra, akik elvállalták a munkát. Nagyon súlyos problémára veti ez. És ez nem Beregi specialitás, tartok tőle, hogyha ma Magyarországon szinte bárhol megjelenne egy vállalkozás, és 200 embert keresne nagyon gyorsan, valamennyi munkaügyi kirendeltség megszenvedne azzal, hogy mondjuk 3-4-5 ezer emberből azt a 200 embert megtalálja.